Így van, de Luke, minket gyanúsítanak, nem? Ugyan, Ari, ez hozzátartozik a munkájukhoz. Nem vagy te egy kicsit paranoiás? Csak egy pici. Jól van, na. Antoninak mákja van, pont ma vett ki szabad napot. Tök jó lehet neki. Jó napot választott. Ez igaz, elképzelem, amint otthon nézi a televíziót, minket meg a rendőrség faggat, tök jó. Ilyen az élet. Hogy ti együtt jöttök? Ne féltékenykedj, itt futottunk össze. Nem vagyok féltékeny. Ezt remélem is. Mondjátok, mi ez a história azzal a lopással? Az utcán kérdezték tőlem, hogy igaz-e. Az egyetemen is mindenki erről beszél. Az a helyzet, hogy kirabolták a klubot, a páncélszekrényt. Kint van a rendőrség, és addig senki sem mehet be. Ez szörnyű. Az. És pont akkor, amikor szabadnapos vagyok. Hát látod, én is szabadnapos lettem, ingyen. Jó neked, mert engem annyian faggattak, hogy majd beleőrültem. Na ne. De? Ez őrület. Hihetetlen, ugye? Hát borzongató. Ez már megint itt van, oda megyek. Nyugalom, nyugalom, csiga, igen, jó? De... Nyugalom. Hát sajnálom, de én még egy jó hírt akartam közölni. Azért csak mondd, neki még. Vettem magamnak egy új motort, egy Harley-t. Mi? Hogyan? Vettél magadnak egy Harley-t? De igen. Nem igaz. Adták én. Egy Harley-t? Vágyaim ne továbbja. Gratulálok. Ez fantasztikus, de egy vagyomba kerülhetett. Ezt hogy tudtad? Na, de ki mondta, hogy csóró vagyok? Neki tudja. Ez az előtt volt, oké? Nyertem a lottón. Ne beszélj! Tényleg nyertél? Nem hiszek a felemnek. De ha én mondom, hogy velem ilyesmi sose történik. Na és velem? És megnyerted a főnyereményt. Na, azért azt nem, de ahhoz eleget, hogy megvegyem ezt a motort, és ahhoz is, hogy... Én fizessem a pezsgőt? Ez van. Susan, pezsgőt mindenkinek. Nem térek magamhoz. Én sem. Nincs más hátra, nekem is lottoznom kell, igen? Minden esetre ezt megünnepeljük. És mit ünnepeltek? Öcsi. Paul. Na hát, Paul. Mindig a sűrűjében. Van egy hírem a számodra. Igen, és mi az? Nyertem a lottót. Bizony. Igen, jó, rendben. Tessék. Na, kösz. Hihetetlen, hogy Antoni nyert a lottón, ez nekem... Ez... Hát igen, ez lett az ő szerencse napja. Hm? Na és nekem melyik lesz az? Türelem. Előbb-utóbb eljön. Jó, így van. De minél előbb? Na jó, megyek. Ne, maradj még egy kicsit. Nagyon jól tudod, hogy idegenek nem lehetnek itt. De hát te a mennyasszonyom vagy, nem idegen, úgyhogy maradj még. De mit szól hozzá az igazgató? Még valami bajod lehet belőle, Luke. Ugyan mit szólna? Szerintem ő most oszt és szoroz. Kaphatnék egy pohár vizet, kérem? Hát persze, azonnal, uram. Hoppá. Na és a nyomozás Essék. Halad? Ó, igen. Most már tudjuk, hogy belső ember tette. Ha? Hogy? Nincsenek külsérelmi nyomok. Egyszerűen kinyitották. A tolvajnak kulcsa volt hozzá. De hát mindegyikünknek van kulcsa hozzá. Igen. Pontosan. Na de... Találtunk egy perdöntő bizonyítékot. Hát ez egy kulcstartóról való, pardon, bocsánat. Ott találtuk a páncélszekrény mellett. Nem tudják véletlenül, kié lehet. Én nem, nekem nem ismerős. Bocsáss meg, én is láthatnám. Felismeri? Nem, ez nem ismerős. Nem, nem. Jó. Akkor kénytelen leszek megvárni a többieket. És a maguk kulcsa megvan. Ó, igen. Ugye? Persze, mindjárt meg lesz, itt van, tessék. Jó, köszönöm. Kulcs tartója is van, de hát azt azóta is vehette akár. És a magáé hölgyem? Várjon csak. Én nekem... Ő nem személyzet, a mennyasszony. Igen. Értem. És a magáé? Mi? Ja, persze, hogy ne lenne meg a kulcsom. Itt lesz, itt nincs. Ez furcsa, hiszen az előbb még itt volt. Aha. Ott kell lenni a jackimben, megnézem. Csak nézze, van időm.
Nos? Jó, jó, egy perc is meg lesz, de hiszen az előbb még megvolt. Hogy lehet, hogy most nem találom? Na, mi lesz már? Egy perc. Nézze, én jól ismerem, biztos vagyok benne. Legyen, ne szóljon bele. Nos? Hippipurá! Megvan! Tessék, a kulcsaim és a kulcstartom. Látom, jól van, minden rendben, nem kell idegeskedni. Ellenőrzöm a többieket is. Jó. Rendben? A vendégem volt, ha? Mi a baj, ha? Semmi. Velem jössz, Antoni. Jó, menjünk, oké. Ciao, Ari. Szia. A mindenit. Kiköpött Marlon Brando? Hát az azért ennyi túlzás. Na mindegy. Jó. Antoni... Mi az, nem dolgoztok? Nem, a klub zárva és Virginie is végzett. Ne haragudjatok, de éppen menni készültem. Ez van, de este bulizunk. Várj, Antoni, lehet, hogy téged is beidéznek a rendőrségre. Mi? És miért? Mindenkit kikérdeztek, és hallottam, hogy a felügyelő azt mondta, téged is behív. Nem probléma, bemegyek. Most mi bajotok? Ne nézzetek így rám, mondtam, hogy bemegyek. Ha? Nem csak erről van szó. Hanem még miről? Szóval jól halad a nyomozás, igen. Már tudják, hogy ki a tovaj? Nem egészen. Bizonyítékuk van, hogy annak a tolvajnak a széphez kulcsa volt. Szóval közülünk volt, ugye? Pontosan. Igen. Az van, hogy a széf mellett volt egy kulcstartó figura. Igen, na és aztán fogd rövidre. És az a kulcstartó figura a tied? Miket beszélsz? Elment az eszed? Nem, fel is.